Kedves nézők, ez itt már a háttér, a Virágos Magyarország diátadón a falvak kategóriában Csemő nagy díjat vehetett át. A stúdió vendége a település polgármestere, dr. Lakos Roland. Köszöntöm, polgármester úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, gratulálok. Köszönjük szépen, köszönöm a meghívást, köszöntöm a nézőket, és köszönjük a gratulációt is. Ez egy nagy szó, országos díjról van szó. Így van, így van. És azért ez egy 25 éves történelem már, a Virágos Magyarország ennyi időintervallumra tekint vissza, és hát az is óriási boldogság, hogy ahogy számolgattuk, 23 éve vagyunk részesei ennek a mozgalomnak. Ez ugye a környezetszépítésről szól, az ápoltelepülési környezetről, a közösségépítésről és a virágokról. Ez a kategória, mi a hivatalos? A falvak kategória, vagy 1000 fő feletti települések kategória? Mi a hivatalos terminus technicus ennek? Így a hivatalos, hogy az 1000 fő feletti falvak kategóriájában Magyarország legvirágosabb települések 2018-ban Csemő. Hogyan értesült arról, hogy minden bizonnyal érdemes lesz erre a rendezvényre elmenni? Hiszen valószínűleg szólítani fogják. Ahogy említettem, 23 éve vagyunk részesei ennek a rendezvénynek, és minden évben, novemberben van az adott évi forduló eredményhirdetése. Mindig készülünk, és mindig nagy örömmel megyünk. Ha a világ végére kellett volna elmenni, akkor is elmentünk volna, független attól, hogy kaptunk az idén súgást. Önmagában már az egy óriási dolog volt, hogy a virágos főzsüri meglátogatott bennünket. Annyit a nézők számára, hogy az értékelés a nyári hónapokra esik minden évben, és szakértő szakavatott 3-4 tagú zsűri járja végig a versenybe jelentkezett településeket, és a kiemelkedőt nyújtók a térségi koordinátorok ajánlása alapján újra meglátogattatnak, ezúttal már egy virágos főzsűri. A feladat pedig nem az előző zsűri ellenőrzése, hanem már az esetleges győzelem, a nemzetközi versenyben való részvétel szempontrendszerének ismertetése, és hát ehhez szükséges egy nyilatkozat is a végén. Az egyeztetések végén kiadtuk azt a szándéknyilatkozatot, hogy Csemő község önkormányzata, ha és amennyiben a szervezőbizottság döntése értelmében megnyeri a saját kategóriát, akkor örömmel vállalja Magyarország képviseletét a nemzetközi versenyben 2019-ben. Ez a rettentően idézőjelben mondom csapadékos nyár. Ez nem igazán segítette a dolgukat, nem könnyítette meg. Nem, de folyamatosan készülünk erre, automatizálunk, amit csak lehet. És most már elég jól állunk, a közterületeink, közparkjaink 80-85%-a automata öntözőrendszerrel ellátott, úgyhogy ilyenkor növeljük a locsolási idő intervallumot, és próbáljuk így életbe tartani, azzal együtt, hogy nyilván a hétvégén, meg olyan mértékű szárazságnál a kézi munka erő is dolgozott, hogy ez a virágzó állapot, ez fenntartható legyen. A település Cseménynek mely területeit érintett a munka, miben öltött ez testet? Itt tulajdonképpen nem is csak virágültetésről beszélhetünk. Itt volt faültetés, környezetszépítés, ez végül is egy komplex egész, én úgy gondolom. Így van, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert én ezt helyben is megkapom, és bár nem szeretnék saját magam számára ünneprontó lenni, de kell erről is beszélnünk. Helyben is megkapom, hogy a község központja milyen csodálatosan szép és virágos, és a külterület részeken pedig nem találunk annyi virágot. Így van, ez valóban így van. A versenyt, ha vizsgálom és annak az értékelési szempontrendszerét, akkor a fenntarthatóság, a megújuló energiaforrások használata, az élhetőség ugyanolyan kritérium, mint az ápolt környezetben a kiültetett egynyári vagy akár örökzöld virágok. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy minden településnek van egy központja. És ezt a helyben is folyamatosan magyaráznom kell. Elnézést kérek minden budapesti érdekeltségű nézőtől. Én még nem láttam olyan képeslapot, hogy Budapestet a kispesti piaccal vagy a józsefvárosi lakótelepel reklámozták volna. Valamiért mindig a Halászbástya, valamiért mindig a parlament épülete, a székesegyházak. Tehát nyilván vannak olyan frekventált területek, amelyek díszei és a központjai annak a területrésznek. Ez Csemő esetében is így van.
Ami még nagyon fontos, hogy ezek a közösségi tereink, amelyek az önkormányzat tulajdonát képezik, és a feladatunk az, hogy ezeket a közösségi területeket mi mintát adva fenntartsuk, és mintát adva nyújtson olyan esztétikai színvonalat és szolgáltatást, amivel elmondhatjuk, hogy élhető ez a település. A külterületi ingatlanok 99,9%-a magánkézben van, és ezt mindig elmondom a helyieknek is, hogyha mindenki csak azt a saját 25 méterét összeszedi a szemetet, ha elülteti a virágot, akkor már sokat lépünk előre. Szerencsére egyre többen megértik ennek a lényegét, és partnerek ebben, még akkor is, ha nem ők dobták el a szemetet, mi is szedjük, start mint a programot szerveztünk rá, mi szedjük címén, társadalmi munka van, kétszer egy hónap egy évben, virágmagot osztunk minden márciusban a helyi hírmondó útján, minden háztartásban, hogy a virágosítás nem lehessen, vagy ne legyen pénzkérdés. Szóval egész sok minden összetevője van ennek, de az biztos, hogy az önkormányzati feladat a közösségi területeknek a fenntartása és a közösségi ápolt közterület biztosítása. Mennyire bír kiemelt jelentősége ennek a díjnak az elnyerése az ön számára, illetőleg Csemő számára? Hát számomra ennek az önkormányzati ciklusnak ez a csúcsa. Ez a csúcsa. Nagyon sok mindent elértünk, nagyon sok mindent fejlesztettünk, megújult az óvoda, megújult az iskola, utakat építettünk, temetőt újítottunk fel, orvosi rendelőket tettük rendbe. Ezek mind-mind nagyon fontos, és ha tetszettek figyelni, akkor ezek mind közösségi célok. A templomteret, a hétvezérteret megújítottuk, tehát ezek mind olyanok, amelyeket annélkül is megcsinált, tudtunk volna, hogy ez a versenyben értékelési szempontnak számít. És ez a lényege egyébként ennek, hogy mi járunk egy utat, és hitünk szerint tudjuk biztosítani az elődeink által elkezdett szakmai színvonalat, sőt, adott esetben, ahogy az most látszik, sikerült külső szemlélők kell is értékeltetni a nálunk folyó településfejlesztési tevékenységet. A településnek a weboldalát sem hagyta érintetlenül ez a díj. Ó, hát ott nagyon készültem. Úgy is gondolom, hogy ez a méltó dolog. Annyi sok minden szép dolgunk van díjakban, elismerésekben, képekben, szakmai anyagokban, hogy ezekre nagyon odafigyeltünk, hogy ezek publikusak legyenek és elérhetőek. Úgyhogy egy egész aloldal szolgálja most már a virágos mozgalom emlékeit és örömeit. Nemzetközi versenyre is kijutottak. Haladnak akkor tovább ezen az úton? Mindenképpen. Jövő hónap elején érkezik hozzánk a turisztikai ügynökség, mint a verseny szervezőbizottsága és házigazdája, ismertetni a nemzetközi szempontrendszert, hogy ott milyen értékeléssel esnek latba a különböző dolgok és fejlesztések. Annyit azért hagyd mondjak el csak, hogy érzékeltetésül, hogy mennyire nem csak a virágról szól ez a dolog. 100 pontos az értékelési jegyzőkönyve a nemzetközi zsűrinek, és ebben 10, jól tetszenek hallani, 10%-ponttal értékelődik a virágos környezet. 10%-a. Igen. És akkor van még 90%. És van még 90%, ami az élhető környezet, a fenntarthatóság, a megújuló energiaforrások használata, a közintézmények, a középületek, a szakrális jellegű építmények környezetének és használhatóságának vizsgálata, és így áll össze majd az egész. Polgármester úr, gratulálok az eddigiekhez, sok sikert a továbbiakhoz. Köszönjük szépen. Kedves nézők, ez volt a háttér, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.